A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nagy örömünkre, mint tudjuk, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia feljutott az A csoportban. Női kosárlabda együttest régen üdvözölhettünk ebben az osztályban, úgyhogy ez egy külön öröm minden ezt a játékot szerető székesfehérvári szurkolónak is. És természetesen ott voltunk a Városháza dísztermében, ahol Cserpakovics András polgármester fogadta a csapatot a vezetőkkel együtt, és már is megfogalmazódott a cél, hogy mi az elv és mi a gyakorlat, és nyilvánvaló, hogy erről beszélgettünk az elmúlt időszakban Matus Gáborral, a sportigazgatóval, az ügyvezetővel, illetve vendégünk volt az együttes kiválósága Laufer Gabriella és Szentpáli Gergő vezetőedző is. Most pedig egy fantasztikus igazolás, aki azt hiszem nagyon sokat tehet azért, hogy ez a klub valóban elérje, amit kitűztek célul, tehát egyik oldalról a 12 csapatos A-csoportos bajnokságban semmiképpen nem végezhet a kieső helyen, inkább közel a középmezőny elején, ha úgy tetszik. Tehát Hegedűs Janka, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, én is örülök, hogy itt lehetek. No, hát én azt hiszem, hogy az Isten is kosárlabdázónak teremtett, annál is inkább, hiszen ahogy elmondtad, már a nagymamád és az anyukád is kosarazott, így a génjeidben hordozod az alapvetéseket. Kezdjük azzal, hogy miként választottad ennek tükrében ezt a sportágat. Édesanyám vitt le az első edzésre, eléggé adott volt ugye a sportág, és igazából voltak nehézségei, mert nehéz volt az eleje a karrieremnek, volt, hogy nem akartam edzésre menni, de szerencsére azért anyukám egy minimálisan erőltette, és megragadtam a sportnál, és nagyon meg is szerettem. Szóval ennek nagyon örülök. Ki fedezte fel, hogy kellően tehetséges vagy ahhoz, hogy aztán a későbbiekben ebben a sportágban sokra vidd? Azt gondolom, hogy az első edzőm, a Belicai Krisztián a törekvésesében, ő mondta azt, hogy talán lehet belőlem valaki, és így mondta, hogy próbáljam meg magam egy másik csapatnál, akik a Vasasnál, ugye, már oda mentem át ugye a törekvés után, és ő volt az, aki azt mondta, hogy ezzel még talán tovább tudok menni. Ugye 2010-et írtunk, amikor bemutatkoztál az élvonalban a Vasasban, 3 szezont játszottál. Teljesültek azok az álmaid, vágyaid, amit megfogalmaztál célként magad elé? Én nem gondolom, hogy akkor ilyen kifejezetten célok álltak előttem. Igazából nagyon szerettem a kosárlabdát, mindig csak jobb és jobb akartam lenni. Soha nem volt az bennem, hogy perchez kötöttem volna azt, hogy mit szeretnék elérni. Inkább az volt, hogy elégedetten tudjam elhagyni az edzéseket, a meccseket, és minél előrébb jussak. Viszont a teljesítménye nyilván folyamatosan javult, hiszen korán sem véletlenül kerül ki valaki, azt mondom, hogy a női kosárlabda alapvető országába, az Egyesült Államokba. Hiszen 3 szezont ott voltál, illetve 4 év alatt. Én azt gondolom, a Florida Nemzetközi Egyetemen az a 4 esztendő, az nagyon sokat jelentett, és ráadásul kellően kaptál szerepet is. Igen, ott is ugyanígy szeretem a lépcsőfokokat végigjárni. Ott is úgy kezdtem, hogy nem játszottam annyit, amennyit szerettem volna, és mindig is megdolgoztam a perceimért. Hiszek a befektetett kemény munkában, és így sikerült alapembernek feldolgoznom magam a 3.-4. évre. Mennyire más egyébként? Nagyon is jól tudjuk, hogy a férfi vonalon teljesen más a kosárlabda, mint Európában. Ma már közeledik az európai is hozzá, de azért ne feledjük, hogy az NBA az más, de ez vonatkozik a nőire. Hogy lehetett ehhez hozzászokni, és mi minden volt az, amit el tudtál hozni magaddal ebből? Igazából azt gondolom, hogy ott a limitjeimet értem el, mind fizikailag, mind mentálisan. Kifejezetten olyan szem előtt tartják azt, hogy mentálisan is egészséges legyen ott egy játékos.
technikákat tanultam el, agresszivitást, azt gondolom, hogy minden egyes szegmensben a játékomban sikerült fejlődnöm kint. És ráadásul mentálisan is nagyon sokat jelentett, hiszen ott volt az egyetem. Persze. Tehát ez a kettősség, ez mindig megerősít valakit, hogy nem csak és kizárólag a játékra kell koncentrálnia, hanem ott van az egyetem, és ott hely kell állni. Igen. Szerencsére ott nagyon támogatják azt, aki ugye tanul. Így könnyű volt olyan szempontból, hogy az iskola támogatta a sportolókat. Mindkét oldalon helyt kellett állni. Volt egy átlag, amit el kellett érni a tanulmányokban, ahhoz, hogy pályára tudjál lépni. Kemény volt, de azt gondolom, hogy megérte a befektetett munka. Amikor végeztél, hazafelé vezetett az utad, mármint Európába, tehát az öreg kontinensen pedig Franciaországot választottad. Ez mennyire erősített meg abban, hogy igenis ebben a sportágban megvan a helyed, hiszen azért légiósnak lenni Franciaországban is, az is egy fontos lépcső. Igen, mindenféleképpen ki szerettem volna próbálni azt, hogy Európában helyt tudok állni. Élveztem, jó volt a légiós élet, de az volt már az 5. évem, amit nem Magyarországon töltök, és kicsit már hazavágytam. Akár maradhattam is volna kint, mert felajánlották, hogy maradjak, de én szerettem volna már hazajönni és megnézni. A Bourget meg az összes többi ott vannak az európai klubcsapatok élvonalában, tehát azért azt látjuk, hogy egy fantasztikusan erős bajnokság. Mi mindent lehetett elsajátítani, amit aztán hazahoztál magadnak, hiszen ez már egy újabb szint. Talán a teljesítménykényszer, hogy ha valaki légiósként van külföldön, azért tőle várják, tehát ő az, aki hozza a teljesítményt, ő az, aki próbálja húzni a csapatot a tapasztalatával, a motivációjával, tehát ott már ez a munkád, ebben kell helytállni. A hazatérésed tudatos döntés volt? Mindenféleképpen, igen, szerettem volna már itthon is helytállni. MTK. Tehát Pestre mentél. Igen. Én azt hiszem, hogy a fővárosban azért ott van jó néhány olyan csapat. Itt most itt a Diósgyőrtől Győrtől eltekintve azért az nagyon-nagyon fontos, hogy valaki otthonra lejjen. Igen. Tehát MTK. Igen. Jó volt. Jó volt az év megmutatni magamat itt a hazai élvonalban is. Ugye 5 évet, mint mondtam, külföldön voltam. Jó volt tapasztalatszerzésnek mindenféleképpen. Ugye a posztodból adódóan és nyilván húzó embernek szerződtettek mindenhova, itthon is mondhatni, hiszen a tapasztalatod megvolt, a tehetséged, szorgalmad nem különben. Sikerült-e az MTK-ban azt elérned, amiért tulajdonképpen odaigazoltál? Mindenféleképpen igen. A játékperceim megvoltak, Az is fontos volt, hogy itthon legyek, a család közelében ez is megtörtént, szóval azt gondolom, hogy minden kritériumnak megfelelt ez az év is. Miként érintettek a változások? Nyilván ugye arról beszéltünk, hogy 5 esztendőt töltöttél kint, a tengeren túlon 4-et, aztán Franciaországban. Igen. Nyilván hazatérve ugye más fogad. Tulajdonképpen újra meg kell tanulni Magyarországon élni és játszani. Milyen volt ez neked? Izgalmas újra itthon lenni. Hozzászoktam már a külföldi léthez, a nyelvhez, mindenhez. Át kellett állnom mindenféleképpen az agyamnak is, hogy már itthon vagyok. Nagyon jó volt hazamenni, nagyon jó volt a családdal lenni, az itthoni kosárlabda, a barátokkal együtt játszani, akiket ismertem. Én nagyon élveztem a hazatérést. Mit tapasztaltál, mennyit változott a játék? Hiszen jószerivel, tehát ahhoz képest, ami Amerikában volt és Franciaországban, nyilván itt azért egészen más az volt az első osztályban is szerepelni. Igen, kint én azt gondolom, nagyon ráfekszenek arra, hogy agresszívnak kell lenni, kontaktban ott lenni. Úgy emlékszem, hogy itt honnan meg kicsit jobban volt talán védve a játékos, de azt gondolom, hogy ez már talán változik, és itthon is ugyanolyan agresszívan oda kell menni, mint mondjuk kint. Az a különbség, ami a zónát meg az egyezést jelzi, az szokatlan volt, amikor hazatértél? Nem feltétlenül, azért a rendszerek azok ugyanazok.
más elnevezés, de nem volt nagy változás. Az MTK ugye az 2018-ban volt, és utána viszont váltottál PEAC. Tehát Pécs az nagyon-nagyon fontos mindenféle értelemben, mármint számunkra, a magyar kosárlabda számára, kezdve a Rádh Géber Akadémiától egészen a pécsi szárnyalásokig, tehát nyilván az egy szintlépés volt. Fontos volt számodra, hogy Pécsen is megmutasd a tudásodat? Persze, mint mondtam, én is szeretek lépcsőről lépcsőre haladni, és azt gondolom, az egy fontos állomás volt légiósokkal együtt dolgozni, őket is megismerni, megtudni azt, hogy tényleg keményen harcolni itthon is a játékperceimért. Fontos lépcsőfok volt Pécs is, igen. Mennyit változott az edzésmunka egyébként a külföldhöz képest? Hiszen nyilvánvaló, hogy azért itthon más. Olyan szempontból nekem nem más, hogy minden edzésben 100%-ot adtam bele, kint is, itthon is. Szóval nem tudnék most különbséget mondani, mert mindig mentem teljes erővel. Ugye a tehetséged ez nyilvánvaló volt, hiszen ott voltál az Univerziádé válogatottban 2017-ben, aztán nemrégiben a 3x3-as nemzeti csapatban is. Erről majd azért később beszélünk, hiszen ez egy más tészta, ha igen, úgy tetszik. De az megerősítést jelent, ha valaki címeres mezt vehet fel, és ráadásul egy olyan együttesben, aminek célja is vannak, hiszen a nemzetet kell képviselni, bármennyire is fellengzősen hangzik. Persze, mindenféleképpen fontos az is, hogy kiválasztanak erre, tehát hogy elég jó vagy ahhoz, hogy abban a bőkeretben vagy szűkített keretben ott tudjál lenni, meg egy visszajelzés abban, hogy megéri befektetni azt a munkát, azt az edzésmunkát, mert megvan az eredménye. Egyébként van példaképed? Ugye említetted egy cikkben, hogy Jelena Brooks a minden idők számodra, de azért van olyan valaki, akire mármint játékstílusban, mentalitásban szerettél volna hasonlítani? Így hirtelen most így nem jut eszembe senki. Igazából egy ilyen ilyen célok, amiket magam elé állítok, és azokat szeretném teljesíteni, mint legyen ez mentális cél, mint fizikai cél, akár legyen pontátlag, bármi ilyesmi, igazából ezek azok, amikért küzdök, amiket magam elé állítok, mert nem szeretem magamat másokhoz hasonlítani, hanem szeretnék saját célokat állítani magam elé. Igen, Brooks egyébként jó példa ebben az értelemben, hiszen nem csak a pont erőssége, hanem az elhivatottsága. Hát a mentális erőssége az, ami erőssége nagyon, az nagyon fontos. Igen. Térjünk vissza, ugye a Pécs után jött a Ludovika csata. Igen. Az egy fontos időszak volt az életedben, hiszen nem voltál ott hosszú időt, és mintha, tehát kívülállóként mondom, mintha visszalépésnek tűnt volna. 2 évet voltam a csatában, és nem érzem visszalépésnek. Második évben Európa kupába is tudtunk indulni, ott is sikerült helytállni. Azt gondolom, hogy a karrieremnek az is egy fontos lépcsőfoka volt. Beszéljünk a mestereidről, aztán majd elmegyünk a TF-re. TFMTK csapatra. Kik voltak azok a mesterek, akik mindig megerősítettek csapatról csapatra? Hiszen nyilván mindenkinek más a stílusa, az együttesnek is nem különben, és azért nagyon-nagyon fontos, hogy mi mindent lehet tanulni annak érdekében, mert ugye folyamatos fejlődés záloga nem más, mint a tanulás. Persze. Minden edzőtől próbáltam tanulni, figyelni. Fontos volt mindig a visszajelzés. Amint más játékosokkal, más csapattársakkal voltam együtt, tőlük is próbáltam mindig tanulni, kérdezni, új technikákat, taktikákat eltanulni. Most így nem tudok senkit így kiemelni, hanem mindig az volt, hogy ahol éppen voltam, ott mindig a legtöbbet elsajátítani. Jó, tehát az Univerziádé válogatottról beszéltünk, az megtörtént ideje korán, viszont a 3x3-as, ez teljesen más játék, nyilvánvaló, igen, de én azt gondolom, hogy az megerősítést jelent, ha valaki ebben a különleges, hiszen most már ne feledjük, olimpiai sportág lesz, úgyhogy igen, olyan nagy probléma nincs ezzel a játékkal, sőt, majdnem kijutott a válogatottunk Párizsba is. Igen, nagyon kicsi múlt. Én nagyon megszerettem ezt a sportágat.
kicsit gyorsabb, mint az ötöt kosárlabda, mint a rendes kosárlabda, de nagyon izgalmas. Nekem, én nagyon megszerettem. No, az új állomás helyeidre mi visz? Tehát mit veszel figyelembe? Például hát most megkerestek, hogy jöjj Székesfehérvárra egy olyan alakuló, formálódó csapathoz, ahol azért van elv, vannak olyan vezetők, legendák, mint Dávid Kornél, Matus Gábor és a többiek, van egy fiatal, rendkívül ambiciózus, tehetséges edző, mint Szentpáli Gergő, és van egy alapcsapat, amelyhez nyilvánvaló, hogy kellenek olyan klasszisok, mint te magad, hogy elérjék a célt. Itt most nem a feljutásra gondolok, hanem a biztos bentmaradásra. Próbálom keresni a helyemet, ahol azt érzem, hogy a legtöbbet tudok fejlődni, és meg a legtöbbet tudom visszaadni a csapatnak, ahol tudok segíteni. Azt gondolom, hogy itt Fehérváron az a célom, hogy tudjak segíteni, meglépni ezt a következő szintet az akadémiának, hogy ők feljutottak, szeretnék segíteni abban, hogy bent is maradjunk. Ugye ez fontos, mert hogy alapemberként számítanak rád, ez nem is lehet vitás, és mindeddig Euróliga szintű csapatokban játszottál. Ami azért fontos, majd látni fogjuk ezt, hogy azért van különbség bőségesen. Tehát mi az, amit pluszban hozzá tudsz tenni, hiszen ne feledjük, már az edzés is nagyon-nagyon fontos, hogy te mit teszel, hogy azok a fiatal 16-17 évesek, akik ott vannak az első csapat környékén, lássák, hogy mi a jövő. Mindenféleképpen próbálok minden edzésbe 100%-ot adni, hogy lássák, hogy ez, ahogy menni kell minden edzésen. Próbálok a tapasztalataimmal segíteni, nem vagyok az a leghangosabb játékos, inkább személyesen próbálok majd segíteni a fiatalabbaknak. És ez nagyon-nagyon fontos. Ugye augusztus 12-én elkezdődött a felkészülés, mi fogadott eddig? Sok futás természetesen, de a csapat az rendkívül motivált, ambiciózus, nagyon lelkes, ami szerintem nagyon fontos. Szerintem nagyon ügyesek is vagyunk. A rendszerünk, amiben mozgunk, azt gondolom, hogy nagyon illik hozzánk, meg nagyon jól fog működni. Bele kell rakni a munkát mindenkinek, minden edzésen koncentrálni kell, figyelni a apróbb dolgokra, részletekre, és szerintem egy nagyon jó csapatot ki tudunk majd állítani. No, hát nyilván nem lesz sok időt festeni, viszont olvastam, hogy szabadidődben szeretsz festeni. Igen. Milyen stílust képviselsz? Ami éppen bennem van, nincsen feltétlen stílus, amit képviselnék, inkább amit érzek, ami gondolat a fejemben van, ami éppen kapok egy ikletet, akkor ecsetet ragadok és festek. Jó, otthonra találtál már? Hogy érzed? Igen, azt gondolom, most már megvan a kis lakás, ahol vagyok a kiskutyámmal. Szeretem a várost, nagyon szép területen lakok ott a Sóstó környékén. Könnyen el lehet jutni mindenhova, nagyon, eddig igen, azt gondolom, hogy ez egy jó otthon lesz. Jó, mit gondoltak a barátaid és a hozzátartozóid erről az átigazolásról? Hiszen azért ez egy komoly lépés. Ez mindenféleképpen a döntés az enyém volt, de bármilyen döntést hozok, mindig támogatnak a családban. Jó. Én pedig azt ígérhetem a székesfehérvári kosárlabda rajongók nevében, hogy természetesen ott leszünk, a mérkőzéseken figyelünk, és bízunk benne, hogy a szakvezetés által kitűzött cél a bentmaradás, sőt, azon felül is teljesül, mert azért azt ne feledjük, hogy ehhez neked nagyon sok közöd lesz, hiszen a vezérszerep mindenképpen rád hárul. Ehhez kívánok sérülésmentes jó felkészülést, köszönöm, és egy olyan szépen csapatot, amelyet megálmodott magának Szentpáli Gergő, és gondolom, hogy ti magatok is. Így van, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és köszönöm itt vagy. Köszönöm szépen, hogy láttam. Kedves nézőink, az elmúlt időszakban a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia frissen A csoportba feljutott női kosárlabda csapatának tagjaival, vezetőivel beszélgettünk. Mostani vendégem Hegedűs Janka volt, aki augusztusban került ide Székesfehérvárra, és bízunk benne, hogy a vezérletével ott lesz a következő időszakban is az A csoportban a női együttes. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra! Thank you.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.